A nemzetközi kapcsolatok bővítése és a nyitott líceum filozófiája jellemzi az Eszterházy Károly Egyetem új tanévét. Dr. Liptai Kálmán az intézmény havi tájékoztatóján kiemelte a török és indonéz egyetemekkel való kapcsolatépítést. Ezzel egy időben hallgatóik szociális, kutatói és tehetséggondozói ösztöndíjakkal való támogatását, amelyet 2017-től folyamatosan bővítettek. Minerva ösztöndíjpályázatot hoztunk létre azon tehetséges hallgatóinknak, akik különböző tanulmányi versenyeken vagy OTTK versenyen helyezést érnek el, vagy sorolhatnám tovább, büszkék vagyunk arra is, hogy a helyben lakók számára Gárdonyi ösztöndíjat alapítottunk, természetesen a jó tanulók nyerhetik el ezt. Az ösztöndíjprogram tovább bővült a Tehetségmenedzsment Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodással. A pályázatot nappali tagozatos magyar állampolgárságú hallgatók adhatják be, akiket havi 50 ezer forinttal és mentorálási tevékenységgel segítenek. A pályázatnak a sikeres elbírálása után a hallgatókkal kötünk egy tanulmányi szerződést. Ebben a szerződésben vállalják ők, hogy amennyi ideig a támogatást az alapítványunktól kapták, az egyetem elvégzése után annyi ideig itt Magyarországon, vagy pedig egy magyar tulajdonú vállalat alkalmazottjaként külföldön fognak dolgozni. Az alapítvány igény esetén kutatási lehetőséget is biztosít a hallgatóknak, amelyet az egyetem is fontosnak tart. Éppen ezért minden évben megrendezi a kutatók éjszakáját. Dr. Juhász Tibor a tájékoztatón ismertette a programsorozatot, amelyen idén a zene és a gasztronómia kapja a főszerepet. Szeptember 27-én pénteken 9-től 23 óráig közel 100 programmal várják az érdeklődőket az intézmény 4 kampuszán. További részletes információk a kutatókészakája.hu honlapon találhatók.